Köszöntöm nézőinket! Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Áramszünet. Nem lesz szolgáltatás több utcában csütörtökön és pénteken. Szentendrei rendőrkapitányság értékelte az elmúlt időszakot Kraut Ferenc rendőr alezredes. Gyűjtés. A horvátországi földrengés áldozatait szeretné segíteni Szentendre város horvát nemzetiségi önkormányzata. Áramszünet lesz Szentendrén január 21-e és 22-e között. Az Elmű Émász tájékoztatása szerint csütörtökön 8 és 12 óra között 7 utcát érint majd az áramszünet. Ezek között van az Állomástér, a Deli Antal utca, a Dózsa-György út, a Horgász utca, Pannónia út és a Telep utca. Pénteken nem lesz szolgáltatás délelőtt 8 és 12 óra között. Az Áhim András, a Dobozi utcákban, a Dunakanyar körtéren, a Fulkó Deák, a Kölcsei Ferenc, a Jubojevics-Demeter utcákban, a Rákóczi Ferenc úton, a Rakócai Pál, a Szent István utcákban, valamint a Szent Lászlói úton. Az apró lopások a leggyakoribbak a környékünkön, vagyis a közvetlen tulajdon elleni bűncselekmények. Erről számolt be Kraut Ferenc, a Szentendrei rendőrkapitányság új vezetője. Az alezredes arról is beszámolt, hogy az elmúlt esztendőben a járványhelyzet soha nem látott feladatok elé állította a Szentendrei rendőrkapitányság munkatársait. A bűncselekmények elkövetési száma Szentendrén hasonló tendenciát mutat a budapestihez képest, ezen belül pedig a lopások és a betörések a leggyakoribbak. Kraut Ferenc rendőralezredes szerint a hétvégi házakban sokszor a könnyen elvihető tárgyak kint maradnak az udvaron, legyen szó muskátliról vagy egy kerékpárról. Alkalom szüli a tolvajt, tipikus esete ez, tette hozzá Kraut Ferenc. A tavalyi évet is összegezte a Szentendrei rendőrkapitányság új vezetője, aki június 1-én vette át a kapitányság irányítását. Nehéz év volt. A pandémia miatt azt gondolom, hogy soha nem látott feladatok elé állította ez a vírus, vagy a járvány a rendőrséget. Én úgy látom, hogy a kollégáim erőt megfeszítve mindent megtettek azért, hogy azokat az elvárásokat, amiket a társadalom vagy a rendőri vezetés fogalmazott meg, azoknak megfeleljenek. Én nagyon jónak értékelem a teljesítményüket, nyilván lehet javulni, mindig van hova fejlődni, vannak olyan dolgok, amikben hiányosságokat észleltünk, abba szeretném, hogyha javulnánk, de az elmúlt év nehézségei olyan mértékűek voltak, amelyeket nem tudom, hogy korábban kellett-e megugrania ennek a kapitányságnak és az egész magyar rendőrségnek. Minden feladat valahonnan erőforrást von el, amit pótolni kell, amiben mindenki besegít. Tehát a teljes rendészet részt vett ebben, a bűnügyi állomány is részt vett ebben. Mindenki megpróbált erőn felül teljesíteni azért, hogy az embereknek segíthessünk. Én azt hiszem, hogy a vagyonelleni bűncselekmények közül a legbosszantóbb azok az apró lopások, amelyek a hétvégi házakat érintik, a családi házaknak az udvarából felkapott kisebb értékű tárgyak. Ez nagyon látványos tud lenni, a károkozás összege alacsony, viszont az emberek szubjektív biztonságérzetét alapvetően befolyásolja. A közterületi bűnelkövetés szintén jellemző, ezen belül is a garázda jellegű bűncselekmények. Azonban az elmúlt években változás következett be az egész magyar bűnözés dinamikájában és szerkezetében. Jóval alacsonyabb lett az elkövetési szám, és sokkal kevésbé agresszív a bűnelkövetés. Én javaslom, hogy a tárgyaikat megfelelő módon zárják el, a táskákat ne hagyják őrizetlenül, az udvaron lévő kerékpárok, asztalok, székek, bármilyen apró eszközöket lehetőség szerint szintén zárják el. Sose felejtsék el az ingatlanjaikat bezárni, akár éjszakára, akár amikor nincsenek otthon, és gondolkodjanak mindig azon, hogy hogyan óvnák meg a saját nehezen megkeresik pénzükből vásárolt értékeket. Én is minden nap közlekedek, megjött a tél valóban, úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyenkor a megfelelő sebesség megválasztás az első, amin gondolkoznunk kell, hogy ne lepődjünk meg, ha fele harmada annak, amit korábban alkalmaztunk, mert nem a megengedett maximális sebesség, hanem az útviszonyoknak megfelelő maximális sebességet kell betartanunk.
Én azt hiszem, hogy ha valaki balesetet szenved, az önmagában is egy óriási sok. Minden esetben élünk szankcióval, azonban igyekszünk az adott helyzethez és az adott személynek a körülményeihez alkalmazkodni, és sokkal inkább a figyelemfelhívás ilyenkor a mi feladatunk. A vezető kiemelte, hogy egyértelműen csökkent a lakosság szubjektív biztonságérzetét közvetlen befolyásoló kiemelt bűncselekmények száma. Ilyen volt például az autólopás vagy a rablás, ezek száma már elenyésző a térségben. Valószínűleg visszatérnek a közterületi rendezvények. Szentendre arról híres, hogy rengeteg olyan fesztivál és rendezvény, akár kulturális, akár más van, ami rendőri felügyeletet igényel. Ezek mindig elegágyai a bűnelkövetésnek, legyen szó vagyonelleni bűncselekményekről, vagy garázda jellegű bűncselekményekről. Erre kell felkészülnünk leginkább. Én azt hiszem, hogy mindig, amikor feszültség van az emberekbe, akkor a problémás helyzetek rendezése az sokkal inkább csaphat át fizikai erőszakba, az indulatoknak a kifejezésébe. Én talán a pandémiának köszönhetően is az utóbbi időben ezek az indulati cselekmények egy kicsit megszaporodtak. Ezekben a napokban jelentkezhetnek azok, akik valamilyen indíttatást éreznek az egyenruhás hivatás iránt. A rendőrség közép és felső fokon is indít képzéseket, aki komolyan érdeklődik a pálya iránt, annak január 20-án reggel 8-tól délután 4 óráig alkalma van betekintést nyerni a szentendrei rendőrkapitányság életébe. Lezárult az ivartalanítási akció a Szentendrei Állatvédő Egyesületnél. A kampány keretében Szentendrén és a környező településeken is több mint 200 állat ivartalanítása történt meg, összesen 1,2 millió forint támogatással, ami jó eredménynek számít a Menhely munkatársai szerint. Az ivartalanított állatok többsége mintegy 65%-a lakossági tulajdonban lévő házi kedvenc, 20%-uk menhelyi állat, míg közel 15%-uk külterületi befogásból érkezett. A szervezet önkéntesei újabb akciót szeretnének indítani a közeljövőben, amint pályázati forrást találnak a célhoz. Újabb földrengés rázta meg ma reggel Horvátországot. A földrengés sorozat még decemberben indult, azóta egyre többször jelentettek utórengéseket, melyeket hazánkban is érezni lehetett. Szentendre város horvát nemzetiségi önkormányzata gyűjtést indított az anyaországban élők megsegítéséért. Petrinya is ilyen nyugodt kisváros volt karácsony tájékán, mint Szentendre. December 29-én azonban Magyarország déli határától nem messze a Richter skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot, amelynek hatását hazánkban is érezni lehetett. A földrengés epicentruma a horvát fővárostól, Zágrábtól mintegy 50 kilométerre délkeletre volt. A katasztrófának több ember áldozata is volt, és számos épület vált lakhatatlanná. A szentendrei horvátok is segítőkezet nyújtottak a károsultaknak. A Szentendre város horvát nemzetiségi önkormányzata egyrészt, hogy mondjam, anyaország iránti szeretetből, másrészt pedig magában a szolidaritásból adódóan is gyűjtésbe kezdtünk, amely gyűjtés elsősorban pénzadományokra szorítkozik, vagy vonatkozik. A országos horvát önkormányzat nyitott egy számlát, amelyre be lehet fizetni, és ők közvetítik a rászorultaknak. Másrészt fölmerült azon a délutánon, amikor láttuk, hogy milyen szörnyű dolgok történtek, hogy az egyik barátom, festőművész barátom, hogy csináljunk, gyűjtsünk kémzeti alkotásokat is, ezeket licitálva, eladva, ennek az árat juttassuk el a vödnek és károsultjainak. Petrinya városának több mint 15 ezer lakója van, és művészet szempontjából is jelentős Horvátországban. Ez a kisváros, ez a 16 ezer lakosú kisváros, arról is ismert vagy híres Horvátországban, hogy a Hegedűsics legnagyobb képzőművészük itt született, itt van egy galériája,
a tanítványai hozták létre ezt a galériát, majd a jugoszláv háború után gyakorlatilag újraindult maga a galéria. Tehát egy kicsit a képzőművészeti rokonság miatt is gondoltuk, hogy ez jó lesz. Úgyhogy hamarosan, illetve elindult már a kezdeményezés, a gyűjtés, nem fejeződött még be, még a jövő hét és utána hét elejéig gyűjtjük a műalkotásokat. Nem mindenkihez jutott el még a felhívásunk. Eddig 25 műalkotás jött be. Szentendéről akiket kértünk, vagy írtunk, mindenki felajánlott műalkotást, Evzámba, Aknai, Bince Otto, és hogy ne soroljam tovább. Számunkra is meglepő módon, hogy mondjam, nagyon kedvesek voltak, és nagyon jó szívűek. Reméljük, hogy sikerülni fog. Ez egy online kiállítás lesz, mert nem lehet tárlatokat, kiállításokat csinálni. Online kiállítás lesz, és ezen az online felületen lehet majd licitálni. Erről fogjuk tájékoztatni a részben a Szentendrevidékként, részben nyitunk egy Facebook oldalt, amin keresztül megpróbáljuk elérni azokat, akiket érdekel ez a dolog, szeretnének ebbe a licitáláson részt venni. Most úgy látszik, hogy a műalkotások értéke olyan 1,5 millió forint körül van, amit beadtak. Ilyenkor a licitálás a műalkotás árának a felétől indul. Tehát, hogy mondjam, ha tetszik, akkor ez, aki jó műalkotáshoz szeretne jutni, annak még kedvező is maga a dolog, hiszen nem biztos, hogy rendes áráig, vagy az fölé fölmennek a licitálók. Tehát, hogy mondjam, még ilyen praktikus szempontból is jó. Nem tudjuk, hogy mennyi jön be. Azt látjuk, hogy elsőként a városi képviselők, illetve a nemzetiségi képviselők, mindenki adakozott. Mi nem látjuk, hogy ők mennyit adtak, hiszen egy országos számlára fizetnek be, de, hogy mondjam, tapasztaltuk azt, hogy elsőként csatlakoztak, mondták, hogy szívesen is adakoznak. Úgyhogy mondjuk én magam 10 000 forintot ajánlottam föl, nem tudom, hogy kevés vagy sok. Én úgy gondoltam, hogy ez olyan tisztességes összeg, de ilyenkor 500 forint is nagyon fontos, tehát nem szabad ezt összegbe vagy forintba mérni. Itt maga a tény, másrészt a segítőkészség is nagyon fontos. Számos magyarországi egyesület, többi között az Ökumenikus Segélyszervezet is gyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Horvátországba a horvát kormányhoz fog eljutni. Itt az országos horvát önkormányzat egy számlát nyitott, ahol nem automatikusan, de ő továbbítja megfelelő helyre. Nem tudom pontosan, hogy a horvát Vöröskereszthez vagy a kormány erre nyitott számlájára jut el pontosan, de hogy mondjam, az érintettekhez fog eljutni az egészen biztos, erre garanciák vannak. Éppen az a garancia, hogy az országos horvát önkormányzat megkereste a nagykövetséget, a Horvátország állami szerveit, és úgy indította el ezt a kezdeményezést is. Egyrészt még csak a saját honlapomon hirdettem meg, a Benkovics György Facebook oldalon láthatja azt a felhívást, ahol ott van a számlaszám. Hosszú a számlaszám, most nem akarom itt elmondani. Másrészt még a héten megnyitjuk ezzel kapcsolatosan a Facebook oldalunkat, ott is, illetve a sajátjainkat kiértesítettük, illetve a most megjelenő Szentendrés vidékében lesz benne a hirdetés, ahol a számlaszámra pontosan utalni, pontosan benne lesz, és amire utalni tudnak. Akinek tehát lehetősége van, az még segíthet a Szentendrei Horvát Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül, hogy helyreálljon a földrengésben érintett károsultak élete. Végül a várható időjárásról. További enyhülést hoz szerdán az élénk, erős déli-délnyugati szél. Sok lesz a napsütés, néhány helyen a nap első felében még havazhat. Délutánra 5-10 fok közé melegszik a levegő.
Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Áramszünet lesz Szentendrén január 21-e és 22-e között, az elmű EMASZ tájékoztatása szerint. Az apró lopások a leggyakoribbak környékünkön, vagyis a közvetlen tulajdon elleni bűncselekmények. Erről számolt be Kraut Ferenc, a Szentendrei Rendőrkapitányság új vezetője. Gyűjtés. A horvátországi földrengés áldozatait szeretné segíteni Szentendre város horvát nemzetiségi önkormányzata. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Híreinket kövessék weboldalunkon is, a szentendre.media.hu/tv-szentendrén, ahol egy kattintással élőben nézhetik adásunkat. Maradjanak velünk, mert hamarosan kezdődik Sportkorzó című magazin műsorunk. És ahogy azt már megszokhatták és bizonyára tudják is, a közösségi oldalakon is megtalálnak minket. Csatlakozzanak hozzánk ott is. Mára megköszönöm munkatársaim nevében is figyelmüket, viszontlátásra!